Első napi rendi pontként a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Harmadik negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót tárgyalták a képviselők, amit Tóth István, a cég ügyvezetője ismertetett röviden. Elhangzott, hogy a Városgazda az év elején elfogadott üzleti tervének megfelelően tevékenykedik. A pénzügyi támogatásokat az előírtaknak megfelelően használják fel. Az ügyvezető kitért az emelkedő energiaárakra is. Hozzátette, a Városgazdánál már évekkel korábban áttértek a gázfűtésről, a biomasszára, ezért a céget nem igazán érinti a jelenlegi energiaválság. Ezt követően a város fenntartásában működő másik cég, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Harmadik negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló anyag következett. A beszámolót Takács M. István, a cég ügyvezetője ismertette röviden, aki elmondta, hogy az eredmények még nem reálisak, hiszen nem minden számla érkezett be a céghez. Ezt követően Danyi László képviselő kérdéssel fordult az ügyvezetőhöz, ugyanis számszaki eltérést vélt felfedezni a beszámolóban, amire az ügyvezető 15 napon belül írásban fog válaszolni. A következő napi rendi pontban a helyi hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról szavaztak. Az előterjesztést Oleárné dr. Kádas Marian címzetes főjegyző ismertette. Elhangzott, hogy a változásra azért van szükség, mert a jelenlegi szabályzás szerint azok a gazdálkozó szervezetek, akiknek a székhelye, telephelye vagy fiúk telephelye magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanban található, azok csak december 1 és 31-e között nyújthatnak be kérelmet arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban nem kérik a hulladékszállítást. Ez korábban sok problémát okozott, ezért az új javaslattal ezt a hibát szeretnék orvosolni, oly módon, hogy a kérelem mostantól bármikor egész évben benyújtható. A következőkben a pénzügyi bizottság személyi változásairól tárgyaltak. Gábor Zsuzsanna és Rábainé Vég Anett képviselők 2022. október 26-án kérték felmentésüket a pénzügyi bizottság tagságok felmentése alól, tekintettel arra, hogy már tagjai a jog- és ügyrendi bizottságnak. A közelmúltban kezdte meg önkormányzati munkáját a testületben Danyi László képviselő, aki jelezte, hogy szívesen részt venne a pénzügyi bizottság munkájában, és ugyanígy tett dr. Gál András képviselő is, aki több cikluson keresztül töltötte be a bizottsági elnöki pozíciót. A képviselőtestület egyhangúan támogatta a javaslatot. Ezután a házi orvosi rendelők és a központi orvosi ügyelet megemelkedett rezsiköltségének kompenzálásáról döntöttek a képviselők. A továbbiakban Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző ismertette azt az előterjesztést, ami alapján a hivatalban 2022. december 19-től igazgatási szünet veszi kezdetét, mely 2023. január 9-ig tart. Az igazgatási szünet időtartalma alatt a polgármesteri hivatal nyitva tart, a halaszthatatlan ügyek intézése ügyeleti rendben történik.